Akkor van rossz apja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli. A 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Folytatódik a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk. 9 óra 12 perckor fordulunk rá a műsor, illetve a hét utolsó órájára. Gede Balázsa. És Ás Gáborra jó reggelt kívánok én is. Hát képzeld el, hogy én, én, én nem is tudom, ez biztos, hogy az én bénaságom is lehet, hogy csomóan tudják, sőt biztos, de nekem a hanság és a hany istók, de ez most ért össze. Én Tehát a han, hanság az a hanyság. Uh -huh. Erről olvasgattam most egy ilyen hosszas ö, ö, szakdolgozatot találtam a, a neten erről és a térségről, és a hanság földrajzi néveredetéről. E, úgyhogy így a homlokomra csaptam, hogy hát erre így, ebben a formában sose gondoltam. Az azt a lápos, mocsaras vidéket jelöli maga a hany. Igen, ne? Ugye, igen, és akkor igen, van igen, maga igen, az igen, a igen. is, és, igen. <kül> és az ott talált uh, fiú is, ja, Igen. illetve az ő neve is erre utal. Uh, azt mondja, hogy. Uh, d -d 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 -d. Hú, többen is kérdezik uh, uh, még egyszer a, a tanüsvény nevét. Mi is volt a tanüsvény neve? Kérlek szépen gyadai. Gyadai rét, nem? Vagy adai, vagy a, igen, gyadai tanösvény. Gyadai, rét, rét. gyadai most, igen, igen, így lehet megtalálni a bőrzsönyben. Igen. igen. népszerű és nagyon klassz. Hát, hogyha, nem tudom, most azon gondolkodom, ilyen hanggal kimerészkedjek majd a mínusz tízbe hétvégén, de én ezt megnézném. <síns> Aha, lehet, rá, hogy rá. még jót is tesz egy kis friss lelgő. De, de az lehet, rátesz egy lapáttal úgy, hogy jövő héten teljesen eltörök, mert nulla hangom lesz, majd meglátjuk, hogy lesz az Jó van, drukkolunk, hogy azért javulj. Még mielőtt gyorsan ráfordul a következő rovatra, én itt nem volt időm most a híreket, picit bele tudtam pillantani Nagy Márton Magyar Nemzetnek adott interjújára, illetve arra, amit, amit kiemelt belőle a, a portfólió, és ebben azért mind dolgok vannak, úgyhogy érdemes mindenkinek elolvasni, azon se lepődnék meg, hogy ha az OTP árfolyam negatívan reagálna arra, amit a Miniszterelnök gazdasági tanácsadója, vagy főtanácsadója, vagy mi is neki pontosan a titulosa... Azt hiszem valami ilyesmi. A lényeg az, hogy az, a, ugye mindig a legérdekesebb az, hogy amikor beleny, hogy a piaci folyamatokban, rendkívüli helyzetekben érdemes illetve kell mennyire lehet belenyúlni. Ő a rendkívül a szokatlan helyzet, a szokatlan helyzetben szokatlan lépések, szükségesek, érvel üti el, mondhatni szokásos érvel üti el ezt a kérdést. Az árszabályozás például nem gyakori lépés, de a járvány miatt egyes részpiacok működése zavarokat mutat, az ellátási láncok akadóvnak, energiaválság, infláció, úgyhogy ezért kellett belenyúlni. A 480 forintos benzinár sapka... Az fölővizsgálatra került, ezt lehetett tudni, mert az február 15-ig tart, és most, pontosan a mai nappal, ismét neki megy, most már szinte minden kútnál a sapkának a benzinár, tehát most az olajára akkorát emelkedett, és még fog is, hogy a legtöbb kútnál már ez fogja meg, ezért nem emelkedik tovább. Szerencsére még egyszer se tankoltam sapkáron. De csak azért, mert a madaras teszkós kút az mindig alá megy, még akkor is három forinttal, nem? A bejelentés időszakában is igen, három <laughs> forinttal lejjebb volt, és utána meg jött egy áresés, ami miatt elkerült ezt. Igen. igen, és amikor mindenki beállt arra, akkor ők még alámentek, hogy ne bokjanak nagy forgalmat nekem, és legalábbis úgy tűnt, hogy ők azért amikor ők ott voltak a sapka alattára egy-két forinttal már piaci alapon is, és amikor mindenki beállt a 480 forintra, akkor ők lejjebb mentek egy picit igen. rögtön, úgyhogy igen, ez volt ott a stratégia. Szóval Nagymártonhoz visszatérve, azt mondja, hogy a bankoknak most azzal kellene törődniük, hogy az ügyfeleket a változó kamatozásúból a fix kamatozású hitelbe tereljék, amíg a kamat... E, sapka, ez is sapka végül is, e, illetve mi ez kamat plafon, igen, inkább, e, időszaka tart. Ha ez nem történik meg, akkor a kamat stop akár június végéig is, június vége után is fönnmaradhat. Nagyon klassz ilyeneket mondani, de ezen ez dolgoznak egy... a bankok körülbelül két-három éve, vagy nem tudom mióta. Mindenki, mindenki hát, ezen dolgozik. A bankok is ezt kommunikálták, ezt szerették, és ebbe az irányba hozották őket. Most megkapnak egy ilyen, hát egy kvázi ultimátumot. Igen. Úgyhogy és még vannak benne érdekességek. Na, e, majd meglátjuk, hogy hogy reagál az rá, -re, majd be is számolunk róla, de akkor most tényleg a rovat. Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fafados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács Izindiar, a Millás reggeli utazási rovata következik. A rovat szakmai partnere az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! Dugjuk be valami újba az ujjunk, nakaut ígyünk és csokolózzunk, félig háttal a világnak, polimpól egyszer megkoronázlak királynő leszel én meg sokkal, kerülő autó és magazinokba. Riportot adunk, hogy Angliába lakunk a Buckingham portába. Mert szeretni téged olyan, mint egy pontos angliába, Zenésznek dobni a szerelmes számra Utazni kékes színű metróba forgatni klippet a te hangodra Aludni el egy kis sarokba Veled csak eltűnni napokra Hát ezt nem hagyhattam ki. Hát, ez igen, nagyon gavallér vagy, azt kell, hogy mondjam. Tehát <laughs> amikor mindig időszűke van ebben a rovatban, egy három perces magas egy undergroundot benyomni, csak azért, mert a britek rendezték. Uh... Hát ez annyira, figyelj, egész ez, Nagyon ez, 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 volt a fejembe egész este, hogy végre elutazhatunk Angliába. Ma lépett életbe, ráadásul enyhítés, az optimista péntekhez is kapcsolódik, hogy végre ugye most az Omikron hullám még itt nálunk pont előttünk van, márhol, máshol már éppen kezd talán csúcsra jutni, de már a beutazások, beutazási feltételeknél az első komoly enyhítést az angolok meglépték, úgyhogy utazhatunk végre ketten, vagy akár többen is Angliába, úgyhogy ez nekem most becsipődött, hogy ezt nem, ezt nem, nem, tudtam kihagyni. Hát uh, azért... Szépen. De várjál, ennél, ennél talán még érdekesebb a következő üzenet. Balázs hetbengelése, Balázs headbengelése mindent visz ma reggel. Én ezt nem tudtam, hogy látják a hallgatók. Hú, egyenesbe közvetítettük. Én is valami lehet, más voltam lehet, nyitva, és közben. Lehet, hogy még fönnmaradtunk így, zene alatt is akkor látszódott. Basz, én én, 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 jó, én, jót mulattam rajta, csak nem tudtam, hogy a hallgatók is eljut, de örülünk neki, úgyhogy. Na, eh, uh, Angliához visszatérve, illetve az utazásokhoz, utána jönnek persze majd a kérdések is. A brit rendszer mondjuk a legszigorúbb uh, volt eddig, még most is uh, elég szigorú, uh, de az, hogy uh, most már uh, a teljesen beoltottaknak nem kell uh, indulás előtti tesztet csinálniuk, uh, idézőlesen mondom, hogy csak második napi tesztet, ez egy nagy enyhítés, de még ezzel is azért ez egy komoly, szigorú szabály, mert ez a második napi teszt az úgy működik, hogy ezt elővetesen meg kell venni, és ha ezt megvetted és kifizetted, eleve akkor tudsz csak regisztrálni, hogy beléphess az országba, tehát ezt mind-mind indulás előtt még el kell intézni. Tehát most az enyhítést eny követően, és azért érdemes tudni, hogy azért még mindig. Komoly szigor van. Ez egyik. Másrészt, ugye most nem tudom, végül is a skótok követéke őket, általában együtt mozognak, de vannak különbségek. Például az átszállási szabály Angliában az nagyon jó volt eddig is. Tehát, ha egy napon belül elhagyod az országot és tranzitcéllal lépsz be, és akár egy másik reptéről távozol, nem onnan, ahol, na, ahova érkeztél, akkor igazából az oltottak korábban szabadon bemertek. Most bejött az Omicron kapcsán ez az elővetes teszt dolog, egy tesztel az tesztet, azt kérték, de ezt most eltörölték, tehát mostantól ismét átszállni szabadon lehet Angliában. Ebből az is következik, hogy egy napot, kevesebb mint 24 órát, nem városnézésre, de egyik reptérről a másikra például át lehet menni. Aztán innentől kezdve mindenki azt gondol bele, vagy úgy gondolja tovább ezt a rendszert ahogy akarja, mert hogy semmit nem regisztrálnak arról, hogy utána te merre haladsz, illetve mikor lépsz ki az országból. Úgyhogy ez a brit változás, illetve az angol helyzet. Szórakoztató mellékzönge, hogyha a vízzel sajtóközleményt ad ki, abban milyen dolgok vannak, az nagyon mókás. Tehát tegnap annyira megörültek ők is ennek az angol változásnak, hogy kiadták, hogy. És akkor mostantól a vízzel járataival dö -dö -dö, Londonba, Edinburghba, Birminghambe és Liverpoolba, miközben ezek éppen megszűnnek. <laughs> Tehát az ünnepidőszak végén, most 9. év, illetve jövő héten, ezek leállnak egy hónapra, Edimboró egészen áprilisig leáll. Tehát ajánlották, hogy mostantól végre megváltozott a szabály, lehet utazni, abban a pillanatban, amikor elmegy a utolsó járat. Aztán, hogy ez mikor indul újra, nyilván a menetrendben majd februártól vagy áprilistól benne vannak, de azért elég meredek így kiadni egy közleményt. na a huncut, dolog ez, kérem szépen. De a lényeg az, hogy Londonban nyilván marad, jóval kevesebb, mint eddig, és nagyon jó magam is természetesen beruháztam egy méregdrága 6 font 40 valahány Penny, Pennybe kerülő repülőjegybe, és ennek kapcsán egy érdekes felismeréssel gazdagodtam. Azt gondoltam, hogy azért nem lehet meglepni csomag szabály, illetve csomag ár tekintetében, de azért sikerült. A hat fontos jegyhez a következő csomag tartoznak. Azért fontos, hogy a jegyhez... Ugye, a csomagárak is dinamikusan változnak. Tehát nagyon széles száv, sávban szóródnak, járatfüggő, hosszfüggő. A vonos útvonalon különböző járatokra is teljesen más. De hát a kezdően érzésem lenni, hogy itt kicsit kompenzálni akarnak ezzel. Hát nyilván a befektetők... Jó reggelt kívánok! A befektetőknek... Mármint a... hogy? Mert? Hát, tudom, mert... hogy kompenzálni akarnak, de hogy ennyire, tehát nyilván. A befektet, hát... Meg a befektetőknek föl kell mutatni a Egy, kiegészítő 6 font az azon, aki egyszer pendelybe végigjárja London utcáit. Tehát ez Na, jó, de akkor, de akkor, hasonlítsuk össze. Igen. Na nézzük, a e, tehát 6 font a jegy, e, akkor a elsőbségi beszállás, ami nem azért fontos, hogy elsőnek menj a gépre, hanem ehhez jár a a gépre fölvihető gurulósbőrön, tehát nem csak az, ami ingyenes, az, ami befér az ülés alá, innentől kezdve minden fizetős, beszéltünk róla az elmúlt hónapokban, hogy az összes fapados elmozdult ebbe az irányba, amit az ultrák kezdtek el, de most már átvette az EasyJet, a Vueling, a mindegyik. Szóval 6 fontos egyhez, 28 font a bőrönnek a fölhúzásra magaddal a gépre. Hogyha ezt föladod, tehát nem húzod magaddal, hanem föladod, és a végén megkapod. 52. Nem, az olcsóbb. Tehát ez is, ez, is, ez, is, ez is, fura. Akkor igaz, hogy két fonttal, de csak, idézőesen csak 26. Úgyhogy a, a rendes, ugye a 10 kilós feladathoz képest, akkor már a 20 kilós nem sokkal drágább, az talán csak pár fonttal több, aztán 30. Úgyhogy a gurulósodat magaddal fölvinni a gépre, húzod végig magaddal, és nálad van az 28, és feladni egy 20 kilós teljesen normális nagy csomagot, az meg majdnem ugyanannyi és ugye ez is változik, hogy melyik útvonalon van fordítva, melyiknél így, de ilyen négyes félszeres különbséget a répegyárhoz képest én még biztos, hogy nem láttam. Úgyhogy ezzel érdemes készülni. De hogy ez extrém, persze lehet mondani, igen, persze mit akarsz, nyilván leviszi a répegyárat, és ez, ezzel párzamosan fölviszi. Nem, ez azért érdekes, mert van ugyanezen az útvonalon egy ugyanilyen cég, ugyanezzel az üzleti modellel, és normális ott normális csomagárakkal. Tehát ugyanerre a napra a Ryanair az nem 6.80, hanem 7.90, mármint a repjegyár, tehát az uh -huh. is gyakorlatilag ingyen van, ugyanakkor 10, 12, 16, tehát hogy igazából a szokásos, amit nagyjából megszoktunk, és a piac át is vett, tehát nem emelt e, igazából. Kicsiket emeltek, de ez a látványos, drasztikus, sokszorosa, ez csak a vízernél van. Tehát ezzel ők próbálkoznak. Mindegy, a mondás az az, hogyha mind a kettő jár, ne csak a jegyár alapján döntsünk, hogyha, mi, ha mindenképp kell, hogy vigyünk csomagot, nem férünk be a kicsibe, e, akkor mondjuk a duplájára, vagy akár a triplájára is extrémesebben növelheti a költségeinket az, hogy ugyanolyan jegyár mellett melyik légitársággal utazunk, mert a csomag ennyire el tudja vénni egyébként tényleg nagyon durva. <kül> Úgyhogy erre érdemes figyelni, de hát nyilván a legfontosabb kérdés az, hogy egyáltalán hova lehet utazni. Sajnos annak a kedves hallgatónak, aki a Maldív szigeteket meg Mexikót kérdezte, nem tudok mit mondani. Nekem is bakancs listán nyilván rajta volt, de hát egyrészt a kollégáim nem engednek el, semmiképp. Igen, kíváncsi voltam, hogy erre mit mondasz. Ezt már néhányszor megkaptam, ettől függetlenül nem tudnák meg, úgyhogy valószínűleg... Ezt akartam el... mondani, hogy olyan sokszor nyújtottál be kérvényt, kérést, kérelmet, az, te be, hogy te valahova menni akarsz, tehát na. Jó, hát szerencsére még erre nem lettem kötelezve, de ne is vagyunk ötleteket a kedves kollégáknak, cégtársaknak, úgyhogy ez remélhetőleg így is marad. Minden esetre, mióta a COVID van, azóta én is tényleg maradok a biztosnak tűnő, jól ismert, biztonságos közeli útvonalakon, e, úgyhogy most nem tudom. Amikor utoljára néztem, akkor a Maldív-szigetek külön figyelt arra, hogy várja a turistákat és e, tesztelve, e, de beengedje őket, és voltak járatok is. Gondolom, hogy ez így van, de ebben nem vagyok egészen biztos. Európában továbbra is a gigantikus káosz, óriási fejetlenség uralkodik a belépési szabályokat illetően. Teljes kudarca volt az unió részéről azt, hogy ezt egységesen tartsák, tehát, de nem is lehetett másra számítani. Úgyhogy az Európai Uniós Covid igazolás az egy nagyon jó dolog arra, hogy mindenütt elfogadják, mindenütt ismerik, de teljesen másra jogosít itt meg ott meg amott. És az országon belüli szabályok is nagyon-nagyon eltérnek. Tehát elég sok országba már csak azért is Nehéz azt mondani, hogy menjünk el turistáskodni Párizsba, ahol a, vagy Rómába, ahol az utcán is maszkot kell viselni, és egész nap e, rajtad van, hogyha nagyjából tudod, hogy egy-két hónappal később valószínűleg ez lesz a legelső, amit e, eltörölnek. Van, ahol igazából ez automatikusan a szabályrendszerben benne van, ennyi fertőzött ilyen szint, és akkor az a szinthez is ez kapcsolódik, és ezt rögtön ki lehet számolni, hogy amint megy lefele, nagyjából két hét múlva ez elkövetkezik. E, úgyhogy ezt talán érdemes megvárni, illetve figyelembe venni, hogy van-e ilyen szabályozás. A másik, amit szerintem a legfontosabb, és talán kevés szó esik, arra figyelni, hogy van-e belépési tesztelés. Ez turista szemmel, mert hogyha Portugáliába, vagy Olaszország, nem valószínűleg éppen most már ott van, illetve lehet, tehát hogyha annyi a belépési korlátozás, hogy előzetes teszt, akkor te pontosan tisztában lehetsz azzal, hogy be vagy oltva, amit tudom én, van egy antigén teszt, rászámod a 8 forintot, ennyivel növelted a költségedet, meg a macerádat, de elmész, ott vagy, visszajössz és, és élvezed az utazást. Ellenben, hogyha van érkezési teszt, vagy random teszt érkezés, amikor nem tudhatod, hogy ők letesztelnek el, akkor ennek, ennek nincsen költsége, ha csak előre be nem jelentik, mint például Cipruson, ahol tud, lehet tudni, hogy a utas fizeti. De hogy ez egy olyan nagy kockázatot hordoz, amit nem feltétlenül érdemes vállalni, illetve mindenkinek szabad döntés, hogy vállalja csak érdemes vele tisztában lenni. Tehát, miután ez az omikron már főleg olyan, hogy nagyon sokan esnek át nagyon enyhe tünetekkel, vagy pedig akár tünetmentesen, az egy nagyon-nagyon reális és nagy esélbe következő opció vagy lehetőség, hogy akár itthon csinált egy gyors tesztet indulásra, és nem mutat ki semmit, és pár nappal később viszont a határon megbúsz, hogy pozitív vagy. Tehát pont ebben a nagyon gyors felfutó fázisban, most Magyarország kerül, ez, ezzel sokan szembesülhetnek. Tehát, hogyha egyrészt, ha ilyenben vagy ilyen országban mindenképpen szeretnénk utazni, akkor érdemes magunkat mindenképp letesztelni, akár az otthoni 3000 forintért már kapható tesztel, de még akkor is előfordulhat, hogy a, a következő két napban, vagy éppen ott egy szigorúbb, vagy akár éppen PCR-tesztet végeznek a reptéren, és ott megbukunk, na az nagyon kellemetlen. Tehát 10 nap, 14 nap, karanténhotel, van ahol az utas számlájára, ezt is érdemes megnézni, ki hogy reagál, van, aki ellátja a utast, van, aki 10 nap előtt tesztelni is enged, és semmiképpen nem enged ki, akkor újra kell szervezni a havautavásrat, valószínűleg egy drágább repjegyel, és borul minden. Úgyhogy ez egy olyan iszonyatosan nagy kockázat, hogy szerintem ez az, amiről talán tényleg keveset beszélünk, és érdemes figyelembe venni minden utas, utazás szervezésnél. Olaszország bevezette ezt a random testinget, a görögöknél is ez van. Úgyhogy igazából ahova a korábbi feltételekkel lehet menni, és szabad belépés van oltással, az igazából a déli országok közül csak Spanyolország, illetve Málta annyira szigorú volt, hogy én ezt nem akarom elhelyezni, de akárhogy nézegetem meg, tekergetem a máltai szabályozást az arról szóló oldalakat, úgy tűnik, hogy Málta is ilyen, tehát ez a két úgymond szabad ország, de például az utcai maszkviselés az már a Kanárszigeteken is játszik, Spanyolország nagy részén, most már egyébként mindenhol az összes tartományban, városban ez játszik ott, ezt is érdemes figyelni. Úgyhogy nagyjából ilyen feltételek mellett <tud> tudunk utazni, és egy, egy egy hallgatónak mindenképpen válaszolnék most, ha már megígértem neki, mert hogy olyan korán küldtél el a, a zöndetét, hogy konkrétan a ciprusra és nyárra kérdezett, hogy amikor érdemes foglalni. Én most a nyári foglalásokkal úgy vagyok, hogy... E, jó, nekem már megvannak a... mert korábban beszéltem erről, amikor beestek nagyon olcsó jegyek... És akkor én már előre lefoglaltam a, a görög szigetekre néhányat, és az, a, én most nagyjából el vagyok. A másik, ami ahova szívesen elmentem volna, és megvettem Menorkára, azt már kapásból törölték, tehát ott van egy opcióm, hogy a helyet elmehetek, például Majorkára szállt, lehetem másik járatra, úgyhogy én már nagyjából kész vagyok nyára. De hogyha még most kellene venni, meg még lehet, hogy még majd jönnek ötletek, akkor szerintem a hullámokban lesz érdemes venni. Most még a nyári jegyárakat mindenki nagyon magasan tartja. De Dehát ahogy ezt a COVID-ot ismerjük, lesznek még rossz hírek, meg lesz még ijegység. Vagy ha éppen még nem indul be a nyári foglalás, akkor a nyáriak mindenképpen lefele fognak menni. Hogyha az lesz, mint tavaly, hogy az Omikron lassan fut le, és majd, de nem jön utána másik. Egy új, tehát ha ez most annyira gyorsan megy, hogy az a félelem, vagy vannak ilyen várakozások, hogy nyár előtt lesz még egy másik e, variáns, mielőtt talán szávonálisra nyár az ismét jó lesz, e, de az szinte biztos, hogy lesznek ebben hullámok, amikor ijegység van, és akkor a leesnek az árak, tehát szerintem eleve mínusz két hónap környékén szoktak olcsók lenni, e, a Covid-ban már a last minute jegyek is nagyon bejöttek, és most már például a Ryanair-nél másnapra vagy harmadnapra is vannak 10 eurós jegyek, korábban ez nem volt, úgyhogy szinte biztos, hogy nem most érdemes e, e, lefoglalni. Ilyenek persze mint amikor én is vettem, hogy valamiért ilyen 15-20 euróra leesnek. Egy-kettő egyébként a görög szigetekre most is föllelhető ezek közül, tehát érdemes végpörgetni. azok persze elhordhatók, de hogyha ilyen 20-30-40 ezer látunk, ami a többség most van, vagy amennyit a többséget most árazzák, az mindenképpen érdemes várni, és az egyik parahullámban majd szerintem tavasszal foglalni Ciprust is. Ugye Ciprus az útvonal, a paphoszi útvonal konkrétan az, amit a Ryanair legjobban kinyírt, tehát nagyon szép volt, mi is voltunk, egy nagyon jó menetrend volt, akár hosszú hétvégézésre is, heti öttel repülték egész végig ősszel, és most januárra visszavették heti kettőre, hogy mennyi törlés marad benne a tavaszra, illetve a nyárra mit hagynak benne, az még teljesen bizonytalan, ez nyilván majd a utazási kerttől függ, az pedig valamennyire a járványjal van összefüggésben, nem kismértékben. Úgyhogy ez a ciprusi, illetve a pafoszi kérdésre válasz. És akkor még volt néhány, azokra visszatérek meg, ha még akad, akkor küldjétek bátran. az e-mailben is jött egy római kérdés, hogyha a hírek után folytassuk ezekkel. Jó, oké, akkor én most kicsit odébb paterolom azt a zenét, ami itt lett volna, azt majd a hírek után következik majd, és akkor a tőzsde törjét követően még visszatérünk. Ácsiz Indier, a millás reggeli repülési és utazási rovata hangzott el. A rovat szakmai partnere az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! Műsorunkban termék megjelenítést ha